Kőzésen, de azt mondta, hogy egyébként is tele van kék-zöld foltokkal már, ami egy világbajnokság végéhez közeledve teljesen természetes. Szó szerint azt mondta, hogy úgy érzi magát, mint a Kék-hegység. Na nézzük az első holland támadást akkor. A Kék-hegység az Hollandiában van? Nem, de... Nagyon nagy hegyek vannak, kéknek köztudottan. Kék. Mindenesetre a holland válogatottnak ezen a világbajnokságon ő a vezére. Nem Gróta, hogy megszoktuk azt. Megmenti ezt a labdát. Az első rossz megoldás egyébként Van der Heijdentől, aki bemehetett volna most ott. Nem vette észre, hogy szétnyílt előtt a védelem. És aztán az első lövés is Van der Heijdené. És az övék marad a labda. Igen, mert Lunde védett. Érdekes, hogy a norvégoknak, amikor pedzegették, hogy mégiscsak ők az esélyesei ennek a mérkőzésnek, az itteni formából kiindulva, meg egyáltalán az elmúlt évek hollandok elleni eredményeit alapul véve, akkor így próbálták lelökni magukról, és szinte kikérték maguknak, hogy ne nevezze őket senki favoritnak, mert ez mégiscsak egy világbajnoki elődöntő. Nem adják meg Roth gólját. Mörk! Ezt meg kivédi Tesswester. Egy svéd játékvezető fújja egyébként a mérkőzést. Tesswester teljesítménye az kulcs fontosságú lesz. Emlékezhetünk a svéd győzelemhez is, Bunzen klasszis teljesítménye volt szükséges. Mörk 3-7-est rontott eddig a VB-n, most 26-ból 23-nál tart. Ő szerzi a mérkőzés első gólját, 12-t lőtt a tavalyi Európa-bajnoki döntőben a hollandok ellen. Érezte az irányt Wester, de hárítani nem tudott. Ja, említetted, hogy a kapus listát Lunde vezeti, a góllövő listát pedig Mörk vezeti. 51 góllal. És valójában az egyetlen veszélyes játékos rá az új Zabing, aki 46 góllal van mögötte. A többiek, akik 40 gól fölött vannak, már mind befejezték a világbajnoki szereplésüket, tehát nem tudnak több gólt lőni, például ugye Jerzsapková, vagy Neagu, vagy Anna Gross, akik jól álltak a ranglistán. 5 gólt tehát a különbség kettejük között, és egészen biztos, hogy mind a norvég, mind pedig a holland válogatott játszik még két-két mérkőzést ezen a tornán. Roth, egy nagyszerű sánc, Prátszet blokkolt bele, az indítással pedig Herre mehet, 2-0 Norvégiának. Azt mondták a hollandok, hogy az első 10 perce nagyon kell vigyázni, hogy ne legyen hátrány a mérkőzés első szakaszában. Hát egyelőre a kezdésük nem olyan, mint ami ennek azt gondolták. Ugye emlékezhetünk rá, hogy a csehek ellen viszont remekül rajtoltak, vezettek 7-1-re, de aztán a csehek szép fokozatosan ledolgozták a hátrányukat, és a szünetben már csak egy volt a hollandok előnye. Állítólag Helle Thomsen elég cifra monológot tartott az öltözőben a játékosainak. Brokkóliával szép itt Hollandia. Most jól vette észre Van der Heijden a leváló beállósát. Ez a játék kapcsolat mindenképpen erőssége a hollandoknak. Azt mondta Helle Thomsen egyébként, hogy lehetne jobb is az angolom, amikor dühös vagyok, akkor meg még gyengébb vagyok, de a játékosaim biztos értették, hogy mit akartam a tudomásukra hozni. Mörk! Általában áll azért a mérges, azt nyelvi korlátok nélkül lehet érzékelni. Prátszettel szemben a szabálytalanság, és Brock kapja a sárgalapos figyelmeztetést. Láthattuk Dülfert egy pillanatra, aki a legjobban blokkoló játékos a világbajnokság mezényében, 3 fölötti meccsenkénti átlaggal. Mörk megtalálta Prátszettet, ez is 7-es, és kiállítják az imént sárgalapos Ivet Brockt. Valószínűleg megszúzás volt a bűne, most megnézzük. Igen. Tökéletes bejátszás volt Nora Mörktől, ez is az igazsághoz tartozik. Amellett, hogy Mörk vezeti a góllövő listát, Oftedália legtöbb gólpassz a VB mezőnyében. És ezt most kivédi Tesswester. Marad a 2-1. Már az előbb is érezte, hogy melyik oldalt fogja lőni Nora Mörk. Most ki is szedte a 7-est. Én pont azt a magasságot lőtte, amit a karjával elért. Ugye előbb picit lejjebb lőtte, oda nem ér le a keze ennél gyors lövésnél, és ha föllövi a sarokba, akkor meg nem ér föl. Most viszont pont
ott jó helyen volt a holland kapus keze, aki azért jól kezdett, ez a harmadik lövés, amit kilél, igaz, hogy egyikből hetes lett. Abing széttörte a kapufát, ebben most nem volt benne Lunde, pedig nagyon jól jött volna a hollandoknak egy ember hátrányos gól. Oftedal. Egyértelműen arról írnak a norvég krónikások, ahol hagyták Christiansent 3-1, hogy Oftedal élete legjobb formáját futja, és ezzel ő maga sem vitatkozik, és azt is hozzátette, úgy gondolja, hogy ebben a klubváltása is szerepet játszik. Tehát a győri levegő jót tesz a játékosoknak, különösen külföldi játékosoknak, de hát van ebből a műfajból a másik oldalon is. Azért. Snelder. Snelder és Van der Heijden. Ugye a Ferencváros játékosa. Rót és Prok pedig a győriek légiósa. Ezeken az apró dolgokon múlhat egy mérkőzés. Két kapufát lőttek egymás után a hollandok olyan helyzetben, ahol már verve volt Lunde. Ebből most megint gólt tud lőni a norvég csapat, akkor és egy olyan előnye van, amivel nyugodtan tud játszani a következő percekben. Már pedig Mörk bevarja, és ez azt jelenti, hogy ezt a két perces emberelőnyt 2-0-ra megnyeri Norvégia. Hetedszer juthat egyébként világbajnoki döntőbe a norvég válogatott. Van 3 aranyérmük és 3 ezüstjük a korábbi esztendőkről. Remek volt a zárás, jól látszott az ismétlésen, hogy a középső védőbe kellett a kettesnek segíteni, és ott már érkezett Mörk, ahogy szokott. Van der Heijden belemenése, és az indítás. Brátszert sikerült megállítani Krótnak. Fontos volt a hollandok számára, hogy ne kapjanak gyors gólt. A holland válogatott egyébként már szerda este, szinte egyből azok után, hogy megverték a cseheket, átköltözött Hamburgba, ahol a legjobb 4 találkozik egymással. Mörk, ilyen lesz a kipattanó, Oftedalé, ki másé. Hát végülis ő a legmagasabb, igen. Az óriások között a legkisebb hozta el. Christiansen. Bratzett. Visszarántás, Groth tovább viszi, 3-2-ben mennek a hollandok. Prok még egy passz, Van der Heijden, kivédi Lunde. Óriási hiba a hollandok részéről. Van der Heijdennek talán a harmadik rossz megoldása már. Ami könnyű helyzet, az be kell dobni, mert nem lesz sok belőle. Lunde 45%-kal védett a torna eddigi mérkőzésein. Grimsbø alig marad el tőle. Ő 43%-on áll, a másik oldalon Tess Wester 33%-os védési hatékonyságot tud bemutatni. Mörk talpról, 5-1-re vezetnek a norvégok. Lehet, hogy kellene azért minden súlyosabb, ami hátrány. Van der Heijden. Krót. Jó passz a szélre Smécnek. Maga az elképzelés az életképesnek tűnt, csak a kivitelezésbe csúszott hiba. Ezt magyarázta ugye Helle Thomsen az időkérésnél, hogy hogyan húzzanak befelé, és abból játszanak a szélsőnek, csak pontatlan volt a passz. Csehek elleni negyeddöntő mérkőzésen egyébként Rose Malen volt, aki a jobb átlövő pozícióban kezdett, őt cserélték Dülferre. Most Van der Heijden helyett megy Dülfer védekezni. Oftedal! Két győri irányító csapott össze. Christiansen. Mörk. Először jutott el Skogranthoz a labda a jobb szélre. Fönn a kéz passzívan. Oftedal bemutatta a labdát a szélre, és aztán bevágta a 6. norvég gólt. 6-1 a 10. percben. Ez
ez egyelőre sokkal simába vártnál. Pascherre mozdult Malestein, teljesen szabad volt az út Oftedal előtt. Már ott gyakorlatilag 2-1 voltak a norvégok. Ryan Polman a holland csapatban. Tehát még egy elkótya vetjél, támadás, nagyon nagy passz, kivédi tesz Wester. Az életmentbaradás védése volt. Ott rossz passza után, egyébként, ahogy említetted, hogy Oftedal az élete formájában, ezt Nike Gotra nem lehet elmondani, akint láthatóan a kihagyás azért meglátszik. Nincs benne az a dinamika és ellentmondás nem tűrő játék, amit szoktunk tőle látni. És azt hiszem, hogy ez rá is nyomja a bélyegét azért a hollandok játékára. Képtelenek Lundénak gólt lőni a hollandok. Szabad dobás. Mörk, Oftedal, Christiansen. Ez is bent van. Christiansen második gólja. Nagyon passzív a holland védelem. Se nem lépnek ki, se nem sáncolnak. Áldogálnak, és ez... Ez életveszélyt jelent folyamatosan. És egyelőre úgy tűnik, hogy semmiféle hasznot nem hozott Helle Thomsen időkérése. Egy újabb eladott labda, Herrem leszedi, 8-1. Mi lesz ebből? Csak a szokásos. Hát jó, de rányuk. Nem tudják azokat a játékvariációkat megtalálni a hollandok, amivel nehéz helyzetbe hozhatják a norvég védelmet, és utána természetesen az eladott labdát rossz lövések, azok készpénz fizetést jelentenek a másik oldalon, a norvég lerohanások. Habink, ezt is eladták. Döbbenetes. Herrem, kivédi tesz Wester, és mi lenne a kapus nélkül a hollandokkal, közte 10 lenne nagyjából. De hát nem lehet azt mondani, hogy ő tartja meccsben a hollandokat. Mondjuk inkább azt, hogy ő akadályozza meg, hogy még ennél is tragikusabb legyen az eredmény a hollandok szempontjából. Bent van Rosemalen jobb átlövőben, és most Polman az irányító helyén. Ő szerzi a második holland gólt. Polman tudja, azt várhatjuk, hogy vállalkozik. Neki nincsenek különösebben gátlásai. Hiába a sok elrontott lövés vagy eladott labda, ő meg fogja újra meg újra próbálni. Több mint 9 percig nem lőttek gólt a hollandok. Ez most egy nagyszerű mozdulat volt Sneldertől. Szépen előzte meg a norvég beállót. Rosemalen. Polman. Megfogta őt Skogrand. Szokták mondani, hogy a legjobban támadó norvég sor az közel sem azonos a legjobban védekező norvég sorral. Tehát Skogrand védekezésére nem lehet panasz. Igen, Sneijder. Abszolút megtalálták a nyerő védekezési variációjukat. Ratszettel középen. Lunde. Tehát ez azért nem hiányzott a világnak, hogy Mörk. Lunde visszatérjen a porondra ilyen teljesítménnyel, mert azt hittük, hogy ő már azért kifelé megy a nemzetközi elitből, de most visszatért. Biztos nem ezt gondolta. Igen, igen. Ilyen Omeyeri jelenséget produkál, hogy azt hittük már, hogy már nem az igazi, de nagyon is az igazi. Gyakorlatilag azt a szintet védi, mint mondjuk abban az évben, amikor a BL-t nyerte a Győr, ahol ő lett az MVP a Final Four-ban. Mondanám, hogy Omeyerhez képest Lunde még kislány, de azért ez talán túlzás lenne. Malestein. Sorra adják el a labdákat. Egészen érthetetlen szituációkban. Mörk.
Roman. Nem lehet, hogy nagyon jó a százaléka, hiszen már 9 gólt kapott, de a védések számát tekintve biztos, hogy ott van a Lunde, legalább. 5-6 védés biztos van a neve mellett. És sokkal több lövés jött a kapujára, miközben a másik oldalon a hollandok sokszor úgy passzolták el a labdát, ugye, hogy nem is volt lövőhelyzet egyáltalán. 67%-on pillanatnyilag Lunde. És ez még tovább javul. Csak hát megint az igazság az, hogy ez is egy olyan lövés volt, amivel... Hogy te is megfogtad Lunde volna? Lunde bármikor, az biztos. Nem, ez mondjuk tényleg az övé volt, egyenes sarokba jött messziről, megtámasztották egy kicsit az átlövőt. Hihetetlen gyorsan véd lent is. Mindenesetre köszönöm a megelőlegezett bizalmat. Ugye a nagy felület takarása az végül is akár jól is jöhet. Christiansen. Ott áll. Christiansen, 10-2. Még ő is elindul a gólgyártásban, akkor aztán már tényleg nagy baj van a hollandoknál. Christiansen nagyon jó játszik a világbajnokságon, de azért talán az ő lövő százaléka az, ami egy picit a tőle megszokottól lejjebb van. 29 gólja volt a meccs előtt, 51 kísérletből, ami 57%-nak felel meg. Hát Mörk 74%-kal lőtte a góljait, Oftedal meg 70-nel. Igen, tehát ehhez képest, mert egyébként az 57 egy balát lőtte, nem rossz. De hát a léc az a norvég váltottban olyan magasan van, hogy ki 70% alatt lő, az már kilóg a sorból. Christiansen csapott oda Hrótnak. Grimsből jön a heteshez. És Abing lövi. 4-et rontott eddig a VB-n. 21-ből 17, 7-esből. Ezzel együtt. Első gólja Abingnak. Rajta kívül Broch és Polman talált még a norvég kapuba. Löke, a beálló. Szokásos módon az első negyed óra után hozzák Lökét támadásban. Christiansen, Mörk, és már is passzol Lökének. Mondhatni, ez is a szokásos. Azért ez egy óriási luxus a norvégoknál, hogy akkor elkezdenek egy picit cserélgetni, akkor jön Löke. A többi csapatnál általában ilyenkor azért csak egy picit visszaesik a teljesítmény, vagy legalábbis a papíron az erő. Szép, Rosemalen. Talán az első komolyabb kihagyás a norvég védekezésben, amikor viszonylag tisztán kerültek helyzetbe a hollandok. Igen, Oftedal számolta el egy kicsit a védekezést, elment a beállóssal a másik 2-3-as mögé. Ez egy védekezési hiba, de hát belefér. Oftedal, így meg pláne. Egyszerű játék a kézilabda. Ha van előtted egy rés, akkor lépni kell kettőt és bemenni. Aztán pedig egy kapufás gólt lőni a hosszú hasonban. Talán 8-at lőtt az oroszoknak, előtte 6-ot a spanyoloknak az egyenes kiesésben. Rosemalen. Szerintem az MVP-t már oda lehet adni neki ezen a világbajnokságon. Különösen, hogyha Mörk lesz a gól király, akkor szépen elosztják ketten egymás között a két egyéni trófeát. Tessék nézni, milyen védekezés ez is, odaérnek mindenhova. Aztán csak megtalálták Sneldert. Ez most kellett a hollandok türelmes játéka. Fönn volt már a kész passzívan. Jó megoldás a Fradi beállójától. 12-5. Picit stabilizálódott most a különbség a 7-8 gólnál.
Hofterdal. Csak szabad dobás, Löke. Néz a svéd játékvezetőre egy hetes reményében. Nem tudom, miért gondolt, hogy hetes volt, mert egyrészt benne állt, mikor kapta a labdát, másrészt nem nagyon nyúltak hozzá. Hofterdal, Mörk, Hofterdal ismét. Ez most rossz passz, kivételes pillanat. Mörk megállítja Rótot, és kap egy sárgát. Klubtársakról van szó. Talán ennek is szólt ez a mosoly Nora Mörktől. Hát abszolút hasznos mozdulat, hiszen nem tudtak futni a hollandok és gyors gólt lőni. Polman! Visszajött Van de Heijden. Rót. Van de Heijden. És egy chance, amely után Lundénál hal el a labda. Hofterdal. Bratzert, az is bent van. Egyszerűen az a gyorsítás, amit Hofterdal csinál minden egyes labda felvitelnél, hogy odaérkezik a falra abban a sebességgel, ahogy előkészít, mindig az ellenfél már kényszerben van valamilyen módon. Kicsit úgy tűnik nekem, mint mikor Messi focizik, és nála van a labda, és akkor egy ilyen sebességváltással mindenki áll, és ő meg gyorsabb többinél. És soha nem tudod, hogy mi következik. Igen, gól. Hát, annyit tudunk. Roth. Nyolc perc van még az első fél időből. Van de Heijden. Polman elindul kifelé. Ha másra nem, akkor arra jó volt Helle Thomsen két időkérése, hogy valóban megállítsa legalább a különbség növekedését. Van de Heijden első gólja. Először, mert tulajdonképpen egyedül cselezni, eddig mindig csak kereste a poszt lehetőségét. 16 gólt lőtt, eddig ez volt a 17. neki a VB-n. 50%-os lövő teljesítmény. Hát a lényeg persze, hogy a játékosai értsék, hogy mit szeretne. Hofterdal! Christiansen, este 20 óra 45 perckor kezdődik majd a második BB elődöntő Franciaország és Svédország csapatai között. Természetesen ezt is élőben közvetítjük majd. Hofterdal! Erre tessék jelzőket találni. Van de Heijden, amihez Hofterdal nyúl, minden arannyá változik. Van de Heijden. Megjött a lövőkedve Van de Heijdennek, ami egy jó hír a hollandok számára. Az Hofterdal védekezésben kevesebb energiát fektet ezen a meccsen pillanatnyilag. Ami nem csoda, hiszen neki is azért valamikor kell pihennie. Christiansen. Mörk. Szerencséje volt Hofterdalnak, mert visszapattant hozzá a labda. Hofterdal, Mörk. Ők elő próbálják elhalászni. Most vagy egy picit jobban összeállt a holland védelem, vagy a norvégok visszavettek a tempóból, mert most nem találnak olyan könnyen helyzeteket. Hát helyzet nélkül is lehet ilyen gólokat lőni. Nora Mörk az ötödik gólja már. Nem ért el egyszerűen Tess Wester, pedig tudta, hogy hova jön a labda, csak annyira a léc alá ment, hogy viszonylag alacsony holland kapus nem tudott mit kezdeni vele.
Burke pillanatnyilag 9 góllal áll jobban, mint Abing. Hát, hogy ennek a mérkőzésnek a végére majd a gól királynői cím sorsa is eldől. Van der Heijden zsinórban harmadszor. Rossz bejátszás szedett össze szemfülesen. Vagy csak így adta vissza neki Brokk a labdát, az is lehet. Az lenne a meglepőbb, ha ez valóban így történt volna. Christiansen. Hoptadál Mörk. Már a Solberg van a bal szélen. Nem merte bevinni a labdát. Azt adott egy rossz paszt. Smetsnek kellett nagyot futnia, hogy elérje Kroth. Smets belőtte. 15-9. Most már az egy kézilabdára emlékeztető támadásokat is vezet a holland csapat. Gyönyörű kontrajáték volt, ami visszajött Smetshez. Kiváló technikával belőtte hosszú alsóba, nem tudott kellően utána menni Lunde. Smets Bietigheim játékos, akár csak Rosemalen, Malestein, illetve Tess Wester. Hoptedal. Igen, határozottan keményebb lett a hollandok védekezése. Hozzátéve ugye az elején nem nagyon láttuk, hogy a norvégok felállt fal ellen mit játszanak. Solberg, nem nagyon kellett felállt fal ellen támadniuk, annyi eladott labdája volt a holland csapatnak, hogy szétrohanták őket, és egymás után lőtték az indítás gólokat. Ezt most megfoghatta volna szerintem Wester, egy picit bátrabban megy a hosszú sarokban, mert Solberg azért ezt szereti lőni. Amikor ő bejön játszani, akkor kimehet Hoptedal a bal szélre védekezni, mert Solberg egy magas és jól védekező játékos. Polman, Van der Heijden, éppen Solberg tartotta meg. Ugye a bal szélen is megvan a norvégoknak ez a dilemmája, hogy a jobb támadó vagy a jobb védő játszon-e. Lunde bravúr, egy újabb, hiszen Herrem ugye sokkal jobb támadásban, Solberg meg sokkal jobb a védő fázisban. Ez azért nagyon ritka, hogy Kroth ilyeneket hibázzon el. A második ilyen lövése. A hatodik Lunde védés 43%-ot ér. Nora Mörk leül Kurtovics a pályán. Lőke. Christiansen. Nem tudta egy az egyben megverni a holland védőt, Ivet Brokk volt az. Elég kockázatos passz, még mindig marad a norvégoknál, és a félidő utolsó 2 perce kezdődik. Hoptedal. Oh, Christiansen. Bevarta a felsőbe. 4-ből 4 lövés. Csak ilyen az, amikor a norvég sztárok egymást múlják fölül. Lunde a kapuban, a lövősorban Mörk, Christiansen, Hoptedal. Nem lehet velük mit kezdeni. Visszajött Abing. Ez a nagy dilemmája ugye a holland védelemnek, hogy nem nagyon mennek föllépni, mert akkor kicselezik őket a remekül dolgozó vagy norvég támadók. Ha viszont bennmaradnak, akkor meg ezekkel a féltávoli talpról vagy felugrásba eresztett lövésekkel jobb kézzel takarított Van der Heijden, azt lefújhatták volna. Minden esetre, ha Van der Heijden így kezdi a mérkőzést, akkor vélhetően most sokkal jobban állnának a hollandok. Solberg-gel szemben csinálta meg az átemelést, és aztán valóban lehetett látni, hogy a jobb karját használta. Utolsó perc a fél időben. Tehát ez a
az eredmény, ez a hollandok szempontjából se, hogy nem állja meg a helyét, mert a 10 lőtt gól is nagyon kevés, és a 17 kapott is nagyon sok. Oktedal. Kurtovic. Oktedal kezdi előről. Ez most egy eladott labda. Dülfer. Nagyon rossz megoldást választott. Abing se tudott betörni. Egyébként ugye az új szövetség kapitányok, Helle Thomsen változtatott azért a játékán a holland csapatnak, az a fajta rohanás, ami jellemezte őket a korábbi években, azért az eltűnt. Sokkal megfontoltabban játszanak. Ez annyira igaz egyébként, hogy a legkevesebb fast break góljuk van a legjobb 4 közé bejutott csapatok közül. Ezüstéremmel nem lennének nagyon boldogok. Egyértelmű a céljuk és a mutatott játékuk alapján nem is vágyhatnak másra. De hát ne felejtsük el, hogy azért mindig van ellenfél a pályán, aki adott esetben egy-egy fél időre legalább ellen tud állni nekik. Oftedal. Az ő góljával kezdődik a második fél idő. Egyszer volt eredményes Oftedal. Holman. Picit talán lépésgyanús volt ez nekem. De hát ugye ezeknél a kiváló játékosoknál is egy előny azért, hogy olyan szép dolgokat csinálnak, hogy néha elnéznek nekik egy-egy lépéshibát, amit egy másik játékosnak esetleg nem. Egyet-egyet, néha többet. Polman, ez Brock, jó. Ez jó játék volt most. Először tudták igazából belül megjátszani Brockot, az elején volt egy gólja, amit ugye Van der Heydentől kapott, de középső szektorba eddig nem nagyon sikerült neki labdát beadni. Ez a szépen fogott pozíció Skograndon. Mörk. Ez az elmúlt negyed órában azt lehet mondani, hogy a támadása nagyjából helyreállt a hollandoknak, azért elkezdték gyártani a gólokat. Mármint nem a szünet negyed órájában, hanem ugye előtte. Hát Van der Heyden. Van der Heyden vezérletével egyébként, aki kiválóan játszik. Csak ahhoz ugye persze, hogy föl tudjanak zárkózni, ahol a védelmüket is meg kell erősíteni. Az ötödik gólja már. Ugye volt az elején két rossz lövése, volt eladott labdája, azóta viszont nem nagyon tudott hibázni, meg nem is akart. Kurtovic játszik a jobb szélen, Mörk. Christiansen. Brátszert, ez is gól. Igen, hát az kevés, ha lőnek. Az kéne, hogy ne kapjanak a hollandok. Polman. Jó védekezés Skograndtól. Skograndt egyébként harmadik helyen áll a szerzett labda rangsorban a világbajnokság mezőnyében. És Polmannal próbálnak irányítóban játszani, hát ha az ő mozgékonysága egy kicsit jobban zavarja a norvég védelmet, mint rótjátéka, aki nem nagyon kapta el a ritmust ezen a meccsen. Brock! Érdekes, hogy kapus cseréltek a norvégok. Grimsbø van a kapuban. Akkor szoktak csak kapus cserélni, amikor már eldőlt a meccs, mert már úgy gondolták, hogy vége. Nem, mintha a Grimsbø azért nagy veszélyt jelentene a norvégokra nézve, hogy majd akkor nem lesz védés. Ez eddig 43%-a nem szégyelni való teljesítmény. Mörk. Tadál. Kirúgja Tess Wester. Elhiszik-e a hollandok, hogy ebből még egy szoros mérkőzést tudnak kerekíteni? Fejlés volt. Azt ők maguk is mondták, hogy az a teljesítmény, amit akár a japánok, akár a csehek ellen nyújtottak, az biztosan kevés lesz Norvégia ellen. Tehát itt, ahogy az elején játszottak, az még annál is gyengébb produkció volt, mint a megnyert
nyolcad döntőben, illetve negyed döntőben. Dölfer nyújtja meg, rosszul. Ez óriási luxus. Hofter áll, nincs ellenfél, 20-13. Igen, hát ez nem... elég alacsony 8-ra lehetett volna fogadni, hogy őt ebből a helyzetből valaki meg fogja állítani. Dölfert kerülte ki, hogy a sík slalom versenyeken a kapukat kiszokták a nagy menők kerülni. Nagy hiba volt Dölfert az eladott labda, mert végre ki tudtak védekezni egy támadást a hollandok. Labdája kijön a kapufáról, és egy kétperces kiállítás Oftedalnak. Az első norvég kiállítás. Hát ez, nem tudom, hogy mire szólt ez a kiállítás. Tért fogásért. Minden esetre Brock nem tudta belőni a helyzetét. 5 perc, ami eltelt a második félidőből, 3 holland és 3 norvég gullal. A norvégok az oroszok ellen is 7-tel vezettek a szünetben, akkor 15-8-ra. Solberg. Kutovics. Vezetőket, hogy fönt van-e a kéz, igen, fönt van passzívan. Mörk. Christiansennek már el kellett lőnie. Nem tesz veszterem múlik. Passzív védelem volt, a Bing ezt kihasználja. A második gólja mindössze, az elsőt is 7-esből lőtte. Ezt most klasszikus ember hátrányba lőtték egyébként, mert nem hozták le a kapusukat. Illetve ember előnybe, ugye, mert a norvégok vannak hátrányba. Üres kapus norvég támadás. Christiansen, Solberg. Még 15 másodperc a kiállításból. Kurtovics, az igen. 13. gólja a világbajnokságon. Azért a veszély mindenhonnan érkezik a norvég csapatból. Kicsit későn nyúlt oda. Snelder. Kiegészültek a norvégok. Abing. Négy gól az előző mérkőzése, ma egyelőre csak 2. Most nagyon jut lövéshez a Bing. Egyrészt nem mindegy, hogy ki az ellenfél, másrészt meg nyilván azért nem a 14 a mérce. Kolmán, Brock. Ez a játékerem jól működik, ugye. Középső játékos, egy picit elhúzza a falat. Jobb oldalra, abból fordítja vissza egy területnyitásból, és arra mozdul le a beállós. Egyértelműen veszélyesebb Brochal beállóban a holland csapat, mint volt Snelderrel az első fél időben. Mörk. Kiállítása nem jött rosszul a hollandoknak. Nora Mörk, de ugyanakkor 2 percig pihenhetett, és újult erővel térhetett vissza a pályára. Oftedal Mörk 6. gólja. Nagyon szélesen csinálják ezeket a kereszteket. A norvégok egyszerűen nem tudják utolérni a holland védők. Hát ilyennél láttunk már hetest. Hiszen már befordult a beállós, és úgy szedték ki a kezéből a labdát. Kolmán. Pedig pont fut be a
jobb szélről, Grimsbő kivédi Hubbing lövését. Erő volt benne. Csak össze kellett van húznia. Christiansen. Ritka technikai hibák egyike, a mai mérkőzésen alig volt. Ez most nem lett a felel zsákmánya. 10. perc a második félidőben, 8-7 az eladott labdák száma. És ugyanaz a 7 gólos különbség, mint a szünetben volt. Most már csak 6 gól van. Ami akkor ott kialakult a csapatok között. Ott van Holman párja, Rafael van der Vaart. Hamburgban játszott sokáig. Mörk. Ott van. Holman. Ugye a hollandoknak azzal is tisztában kell lenniük. Holland néz vissza a játékvezetőre. 7-es és 2 perc. Azt akartam mondani, hogy tisztában kell lenniük a hollandoknak azzal, hogy egy-két támadáson belül ezt a különbséget nem lehet eltüntetni. Tehát lehetőség szerint türelmesnek kell lenniük ebben a helyzetben. De erre jött az, hogy Polman azonnal eldurrantotta, mivel egyébként könnyen lehet, hogy volt egy szabálytalanság is. Viszont a 2 perc az nagyon szigorúnak tűnt itt a részvétlés után. Nem láttam lökést. Tadá bevarja. Ő is 6 gólos, ugyanúgy, mint Nora Mörk. Érezte az irányt, veszte el. Steal the ball. 23-16. Érdemben, tehát nem tudnak elmozdulni a hollandok erről a mínusz 7-ről. Brock. Ez is kiállítás. Bratzett. Kramer van bent a pályán a hollandoknál. Franciaországban a Toulonban játszik. Kevés időt töltött eddig a pályán a világbajnokságon. Smits be a rövidbe. Szépen csinálta, hosszúba vezette megint a lövést, és ki is lépett. Grimsbő oda, lehet jól lehet látni, hopp, de már jött is vissza a labda a rövidbe. Komoly súlypont emelkedéssel a holland szélső. Gyönyörű lassítás volt. Kapus nélkül, 6 az 5-ben támad Norvégia. Oftedal, Mörk le a szélre, Kurtovics. Kurtovics elég rossz formában kezdte a világbajnokságot az első 1-2 meccsen. Igen, csak kilógott lefelé a csapatukból, de azóta már ő is elkapta a fonalat. A hollandok rövidesen kiegészülnek. Kramer, Holman, Smits. Meg. Kivédi Grimsbő, klubtársa Brock labdáját. Két komoly hibája volt eddig Brocknak, két zicsert hagyott ki. Esett vissza a norvég mutató.
Mulder magyaráz. Christiansen. Oftedal. Ez itt Smécé lett. Most jó védekezés volt a hollandoktól. Van de Heiden. Kramer. Polman. Kramer. Rossz passz. És az előre küldött labda. Löke összeszedte valahogy. Még az is sikerül, ami úgy néz ki, hogy nem sikerül. Igen, ha Löke van ott, akkor azért sok minden történhet, de elveszett labda, az biztosan nincs. És a 15. perc a második félidőben. Kramer. Nagyjából szerintem a norvégoknak elég is, hogy ezen a szinten tartják az eredményt. És két nap múlva le kell majd játszani a döntőt is. Minden megspórolt kis energiamorzsa jól jöhet majd vasárnap. Mert tegnap előtt más volt szerintem a felállásot. Az olimpiai elődöntő miatt tartoztak az oroszoknak egy bosszúval, és ezért egy pillanatra nem álltak le, ott arra törekedtek, hogy ha tudnak, akkor 20 góllal nyerjenek. Most érezhetően megelégednek avval, hogy szokásos módon ilyen 7-8 gólon tartják az ellenfelüket. Ugye ez történt a mieinkkel is, ha emlékezhetünk az első félidő brutalitása után azért megenyhültek, és ugyanígy játszottak aztán a spanyolok ellen is a 8-at döntőben. Utána Solberget kiállították, Herren ment a bal szélre, és Bratzett a beállójuk. Fogta meg Oftedalt. Passzív, Mörk. Kicsit romlik a lövő százaléka egy a második félidő közepére Nora Mörknek. Összeesett 50% alá a mai találkozón. Ott volt a kapus is rajta, úgyhogy ez semmiképp nem tudott volna utat találni a kapuba. Holmán. Hetes. A helyre kapja. Herren volt az, aki már eleve belül állt. Nem tudom ilyenkor mire gondolnak a játékosok, amikor így érekeznek. Abing belövi. Ez a harmadik gólja. Összesítésben 8-al van neki kevesebb, mint Mörknek. Mert mostanság mindig megnyeri ezeknek a nagy tornáknak a gólövő listáját. Kiegészültek a norvégok. Azt a nem jóját! Christiansen! Kütögette az erejét erre a lövésre, még a második fél időben nem láttuk tőle ezt a páros lábas. Ott már ilyen lövése a világbajnokságon. Szem egy gyönyörködtető. Snelder kivédi Grimsbø. És az indítás. Kurtovic 27-18. Kiegyött helyzet, az dupla gól. És ezt mondták a hollandok a meccs előtt, hogy minél jobban le kell lassítani a játékot, és nem szabad, hogy a norvégok rohanása érvényesüljön. Láttuk, hogy ez a tervük, ez a mérkőzés elején gyakorlatilag 7-8 perc alatt füstbe ment. Habing! Az, hogy a norvégok ne tudjanak futni, ahhoz nem lehet ennyit hibázni, nem lehet ennyit egész mérkőzésre nézve. Snelder, Smits, ez most jó akció volt, 27-19. Ritka, hogy egy ilyen figurát megegyenek a norvég védők.
Hansen a pályánban átlövőben a norvégoknál. Fracet. Kurtovics befut, Kurtovics gólt lő. Ma ő is nagyon jó. Gyorsan a norvégok is bemutatták, hogy ők is tudnak szélről befutni, és a holland szélsővédő is bemutatta, hogy ő is tud elaludni. Éppen Bark most az irányító helyén a holland csapatban. És kapust cserélnek a hollandok. Jankovic a pályán. Azt hiszem, hogy itt már a harmadik helyér való mérkőzésre gyakorolnak egy kicsit a hollandok. Most is bevetik, Kramer van bent, Mittenborg. Habing. Ebben is benne volt. Itt az indítás, Kurtovics. Nem. Griezmann azt is kivédi, amit nem akar egyébként, mert itt csak csinált egy karkörzést, és kicsit már bent ilyen deltahatoson belül. Lehetett. Nyilván Helle Thomsen nagyon-nagyon emocionális még a nagy hátrány tudatában is. Azt hiszem, hogy a harmadik helyér való mérkőzés szempontjából egyáltalán mindegy, hogy milyen szájízzel fejezik be ezt a mérkőzést a hollandok, ezért küzdenek most. Felder az iménti hiba után most javít, 28-20, és 10 perc maradt az első VB elődöntőből. Felvonul összesen 6 góljuk van a hollandoknak. Itt a poszttárs. És ugye lőhettek volna ennél többet is, hiszen Sneldernek is volt nem egy kihagyott helyzete, és Brochnak is volt legalább 2. Hansen. Minden esetre a norvégok tartanak egy újabb erődemonstrációt, és bárki is legyen az ellenfelük, azért megint láthatott egy példát arra, hogy mit nem szabad elkövetni Norvégiával szemben. Nora Björk. Most kapos hiba volt, de azért nem szabad volna bekapni innen. 29, go for Norway, number 9, Nora Björk. Bosnyák származású kapus a hollandoknál. 14 lövésből van 7 gólja Mörknek. Habing. Nem lő se olyan pontosan, mint a csehek ellen, illetve a korábbi mérkőzéseken, mert ezt a 46 gólját 73 lövésből hozta össze, ami 63%, az egy nagyon jó százaléknak mondható. És 9 méterről is 38-19 volt a lövő mutatója, ami 50%, ugye ez abszolút korrekt. Hansen, még az is jó, 30-20. Egyszerűen is elkezdi lőni a gólokat, akkor már azért baj van, mert ő egyértelműen a norvég csapatnak azért a leggyengébb eleme. A védekezésben ő is hasznos tud lenni. Megtalálják azért a helyét, de amikor ő bejön támadni, akkor azért már tényleg gála van. És ez tulajdonképpen 10 perc után már egy gála mérkőzés volt a norvégok számára. Ha jól emlékszem, 6-nál közelebb nem tudtak jönni a hollandok a második félidőben. Knippenborg. Kramer.
emlékszem rá, hogy jobb szélről jöttek-ek akkor a Malesztein szerintem. Eddig nem próbálkozott lövéssel. Holland 7-es. Nekem sem rémlik. Szerintem megint 40% fölött lehetnek a norvégok kapuban. Abszolút tudatos védés volt. Lippenberg. A csehek ellen az utolsó 6,5 percben nem kaptak gólt, egyetlen egyet sem. Ha ezt most megint végre tudják hajtani, akkor az legfeljebb arra lesz elég, hogy egy picit kozmetikázzanak az eredményen. Kiállítják Prátszetet, már másodszor. Sneijder mezét tépte meg. Abing újra odaáll. Most belövi. Megszokhattuk már a hollandoknál, Abing kihagyja egyet, attól még odaáll a következőhöz, azt csehek ellen is így csinálták, és be is dobta utána. Merck. Érdekes azért, hogy óriási különbség ellenére még a végjátékban is pályán Merck is, Ofterál is. Hát Merck minden egyes lőtt góllal közelebb kerül a gólkirálynői címhez is. Ma 8-nál jár már. Vémző meg egy újabb védésnél. Tessék, Malesztejnek most már van lövése. Lövése van már, de gólja még nincs. Besprintelt, és kivédte. És mehet le. Öt perc a végéig. Hansen, Herrem. Említettük a bevezetőben, hogy a legutóbbi VB döntő, mint pedig az olimpiai bronzmérkőzés meglehetősen sima norvég győzelemmel zárult, 8, illetve 10 góllal. Ez most megint abba a fajtába tartozik. Hiába a tavalyi EB döntő egy gólos különbsége. Szerencséje volt most Merknek, vagy én is kapusuk, tehát ez elvesztette volna azt a labdát, akkor hát, hogy kapnak egy üres kapusat. Passzív ugyan, de most már kiegészültek a norvégok, elvették a passzív miatt. Óriási hiba, figyelmetlenség a norvég csapat részéről. És akkor szép lassan azért lehet boncolgatni azt, hogy melyik csapatnak lenne több és jobb esélye norvégokkal szemben, Franciaországnak, vagy annak a svéd csapatnak, amely ugye egyszer már megverte a norvégokat ezen a világbajnokságon. És azért ugyanaz a csapat egy tornán kétszer is le tudja őket győzni, arra azért talán kicsi az esély. Kramer, jó sánc! Arra szinte semmi esély nincs. Úgyhogy azt gondolom, hogy még a franciáknak még mindig több esélyük van, ha egyáltalán ez komolyan felmerül majd, de meg a következő elődöntőt, hogy kinek lesz egyáltalán lehetőség erre, hogy megpróbálja ezt a bravúrt, hogy a norvégokat megverje. Hansen, Christiansen. Igazságban ugye az is hozzátartozik, hogy az a svéd
svéd mérkőzésen is nagyon sokáig ők vezettek. 27-24-nél 3 gól volt az előnyük nagyjából 11-12 perccel a vége előtt. És akkor jött egy teljes szétesés és leolvadás. Grimsbő még majdnem ezt is kivédte. Malestein. Megvan a gólja. Utolsó 11-2 percet, ugye 7-1-re bukták el svédekkel szemben. Így lett a plusz 3-ból minusz 3 a végére. Az öklét, mint hogyha X-nél lőtte volna ezt a gólt. 2 percen belül. Kramer. És X-tad is bejött a védekezésbe. És visszajött Van der Heide, akit rég láttunk. Volt egy remek periódusa, de utána lecserélték. Ő a leggól erősebb holland a mérkőzésen. Knippenberg, Kramer. Az a kérdés csak, hogy 10-en belül maradnak-e, illetve visszakerülnek-e oda a hollandok. Kramer. És még egy kiállítás búcsúzóul. Herrem. Itt volt egy mezráncás Herremtől. Lemondóan legyintett Heger, szóval nem tudok mit kezdeni ezekkel a játékosokkal. Húha, Abing ezt hova lőtte. Abszolút szimbolikus 7 méteres. Nagyon jól tükrözi a hollandok mai teljesítményét. Minden fogjuk látni. Igen, tehát még ez az ellenfél se kellett, hogy a kapus se, hogy ezt elhibázzák. Tehát, hogy mondtad, sok olyan hibájuk volt a norvég, illetve a hollandoknak, amelyek csak saját maguknak köszönhetnek. Solberg ment le a bal szélre. Hansen, ki a kipattanó. Hollandok, Kramer, Snelder, üres a kapu, belőtte, 32-23, aligha nem ez volt az utolsó gól a mérkőzésen, így is van, 9 góllal nyertek a norvégok, és 2015 után újra ott vannak a világbajnoki döntőben. Folytatják az elképesztő fölényüket. Nem is tudom, hogy mikor láttunk utoljára ilyen világbajnokságot, hogy egy csapat ennyire